Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és kedd lévén elérkeztünk a második Hello Week-es videóhoz. Kicsit emelünk a szinten, és egy nagyon picit nehezebb sminket fogunk elkészíteni, remélhetőleg együtt, mint amit tegnap tettünk. Viszont még mielőtt elkezdenénk, ezt mindenképpen szeretném elmondani, hogy a tegnapi videó alatt volt egy olyan komment, ami a kedvencem lett. Valaki azt írta, hogy olyan fura vagy, terhesnek tűnsz. Vagy valami, ez volt a lényege. Két dolgot szeretnék tisztázni. Egy, nem vagyok terhes. Egy kérdésem lenne, hogy azért, mert fura vagyok, miért tűnök terhesnek, nem mindegy, ez a másik érdekes dolog. Viszont a második tény, amit szeretnék elmondani, hogy ma szörnyű napom volt. Nagyon régóta az egyik legrosszabb napom volt. Sírtam sokat, lehet, hogy ez látszik az arcomon, de nincs időnk picsáskodni, úgyhogy összeszedtem magam, leültem ide hozzátok, és felveszem nektek ezt a videót, és remélem, hogy imádni fogjátok. Úgyhogy most, hogy ezeket tisztáztuk, el is kezdhetjük a sminket, ami egy kicsit csajosabb smink lesz. Nem szeretném magát a szemsminket túl gondolni, igazából olyan szempillát fogunk feltenni, amit még soha nem használtam, iszonyatosan nagynak fog tűnni, viszont szeretném ezzel megoldani azt, hogy egy nagyon pici szemsminket kelljen használnotok, egy nagy műszempillát felraktok, és szinte kész is van a smink. Egyébként egy picit koponyás sminket fogunk csinálni, de az egyik lehető legegyszerűbb verziót, árnyékolások nélkül, pár vonallal, úgyhogy ezt fogjátok tőlem látni ma. Közelebb is hozlak titeket, és kezdjünk bele a sminkbe. Na, a hajamat eddig bírtam elviselni elől. A sírástól szerintem még elég pufik a szemeim, az arcom is egy picit piros, úgyhogy az Essence Redness Correcting Pore Minimizing Primerjét fogjuk használni, és mindenki, aki ezen a napon sírt, tegye így. Következő lépésként igazából az alapozást nem szeretném túl spilázni. Az egyik alapozónk az megint az Essence Fresh and Fit lesz, viszont a mai napon a Stay All Day-jel fogom keverni. Beauty Blender, másfél és egy pumpát fogok kinyomni. Az egyiknek egy kicsit hidegebb árnyalata van, a másiknak egy kicsit melegebb, szerintem tök jól ki fogják egymást egyenlíteni. Következő lépés korrektor, amihez ma csak az e.l.f. Camo Concealert fogom használni, ugyanis szükségünk van egy kis plusz világosításra. És a következő lépésben nagyon durván mindent le fogunk fixálni. Először is a My Skin Perfector Loose Fixing Powderrel. Hű. Amikor ők nézik ezt a videót, igen, akkor mi hol leszünk? Mi mikor nézünk? Holnap. Forgatáson. Klipforgatáson? Főszereplők leszünk egy klipbe? Uh-huh. Izgi lesz. Van tippetek, hogy kinél? Nagyon várom. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. A zene nagyon tetszik. Nagyon szeretjük az előadót. Nagyon tetszik a forgatókönyv is. Forgatókönyv, hát nagyjából le van írva, hogy mi fog történni. Nagyon izgi. Bencével közösen fogunk nyomulni. Remélem azért egy kicsit sztorizhatunk majd nektek. Csak picikét. Úgyhogy két dolgom van holnap előtt. Kipihenni magam, és sokat jegelni a szemem, nehogy bedagadjon, mert azért nagyon haragudnék, hogyha dagadt szemmel mennék forgatni. Tekintve, hogy egy kicsit koponyás lesz a sminkünk, a banana powderből teszek egy kicsit még a szemem alá, hogy egy kicsit halottabbnak tűnjek. Hófehérke. Jó. Ilyen pici bronzert fogunk felrakni. Ugye egész világos színben ez egyébként az Art Deco Mineral Compact Powder 404-es színben. Így jó is lesz.
pirosító az ma nem fog kelleni. Most jöhet is a szemöldök, amit a mai napon a Benefit Precisely My Brow ceruzával fogok megcsinálni, ugyanúgy egyébként, mint a tegnapit, viszont most szeretném, hogy egy kicsit sötétebb legyen. Ma se fogom szerintem, tudjátok, olyan tipikus instásra csinálni, de egy kicsit ehhez szeretném, hogyha erőteljesebb színe lenne. Ez egyébként körülbelül olyan színű, mint a hajtövem. És egyébként ígérem nektek, hogy holnaptól lesz egy kis Halloween hangulat is. Csinálok valami szép hátteret, viszont a mai nap az erre nem volt alkalmas. És annak megfelelően, hogy most egyébként is sötétebb szemöldököt csináltam, Terra Naturi Fine Definition maszkarát fogom használni a kettes, nem? Fogalmam nincs barna színben. Igyekszem minden nap nagyon egyszerű palettákat használni. Megint a Kylie bronz palettámat fogom használni, ami nem muszáj, hogy Kylie legyen, viszont egészen egyszerű színek vannak benne, ahogy látjátok. És ezeket a színeket szerintem nagyon könnyen meg lehet találni bármilyen drogériás palettában is. Első lépésként ezt az árnyalatot fogom felvenni, és igyekszem egy nagyon-nagyon egyszerű kis füstös sminket összedobni. A lényeg az, hogy egy világosabb, szerintem kicsit inkább hidegebb árnyalatú barnát felviszek a belső sarokba. Látjátok, egy nagyon fluffy, nagyon kis szöszös, nagy satírozó ecsettel viszem fel, és megpróbálom megcsinálni az egészet úgy, hogy egy ecsettel is meg tudjátok csinálni a sminket. Az ilyen ecsetek, hogyha jó minőségű, szinte elsatírozza helyetted a festéket, és nem kell túl sokat dolgoznod vele, csak mindig le kell kopogtatni. Ezután ezt a színt felviszem egy kicsit a külső felére is a szememnek, és egy picit tartom a cicás vonalat. Következő lépésben ezt a kicsit melegebb barnát fogom felvenni, és egy picit lentebb az igazi mélyítő vonalamba fogom felvinni a színt, összedolgozva a felső színnel. Most lesz az a rész, hogy akármennyire is szerettem volna, muszáj lesz egy kicsit kisebb ecsetre váltanom, és egy nagyon sötét csoki barnát fogok felvenni, amivel kialakítom a külső V-t. És az alsó szemhéjamra ebből a két színből fogok keverni egy kis mixet, és mindenképpen összekötöm a külső oldalon. Nem bánnám, hogyha egy kicsit sötétebb lenne, úgyhogy csak a sötét barnából felvettem. Elkezdem összemosni. Valahogy így. Egy valami hiányzik nekem még. A közepéről egy kicsi csillogás, amihez ezt a bronzt fogom használni. Nagyon picit csillog, viszonylag sötét, de szerintem pont jó lesz ide ehhez a hangulathoz. És szemen utolsó lépésként egy highlighter színből keveset felvéve a belső sarokba. Csontra teszek egy keveset. Gyorsan jött egy kis szempillaskodó. Ez egyébként Art Deco Ultra Deep Black maszkara, Intense Black
színben. És az utolsó lépés, amitől igazán Halloween-i lesz a sminkünk, természetesen a pillát azt fel fogom még tenni, de előveszek egy lapos ecsetet, lapos, de mégis egy kicsit puffy, Essence Contour paletta. Először megpróbálom a világosabb színnel kicsit becsontvázasítani magam. Mintha egy kicsit erős orkontúrt csinálnál körülbelül, az a lényege. És nyugodtan jöhet, szinte összeérhet egyébként a szemsminkkel. És az egyik mindig legyen fentebb egy picit. Baromi jól néz ki, hogyha nem egyforma. Kicsit a szemöldökötökbe is belemehet. Én most váltok egy kisebb ecsetre, és a sötétebbel is átmegyek egy-két helyen, de ha csak ecsetet váltotok, vagy egy picit, nagyon picit benedvesítitek az ecsetet, azzal is el lehet érni a hatást, hogy a közepe egy kicsit legyen sötétebb, és a szín onnan mosódjon át a világosabb halványokban. Megint visszaveszem a nagyobb ecsetet, ugyanúgy visszatérek a világosabb színre, és meg fogok húzni egy kontúr vonalat, szerintem egészen leig, és a lényeg körülbelül az, hogy a fületek felső tövétől induljatok el teljesen a járomcsontotok alatt. Egész ideig. Ha van szemhéjpúder palettátok, amiben van ilyen szín, akkor azzal azért egy kicsit egyszerűbb, mert sokkal pigmentáltabb, mint egy kontúr, de meg szeretném mutatni, hogy ezzel is tökéletesen meg lehet csinálni. Ha szeretnétek, akkor természetesen itt be lehet egy kicsit árnyékolni, egy kicsit halványabban, aztán még egy kicsit halványabban, és még egy kicsit halványabban, de nem feltétlen van egyébként rá szükségetek, viszont nagyon könnyen meg lehet csinálni. És világos színekkel mindig tudtok javítani, ez is fontos. Most, hogy ez is megvolt, jöhet az orrunknak a második része, amihez megint szükségünk lesz egy kicsi ecsetre és szemhéjtusra. És ennek pedig az lesz a lényege, hogy a koponyának azt a kis lyukas orr részét kellene megcsinálnunk. Méghozzá úgy, hogy valahogy cukinak tűnjön a nózinkon. Össze kellene, hogy szűküljön. Térhetünk a szájra, ami megint csak nem lesz egyszerű. Jeffrey Creamative palettát fogom használni hozzá, és először a számat Essence Insta Perfect alapozóval le fogom alapozni. Megvárjuk, hogy megszáradjon, csak úgy nagyjából. És utána Diamonds Ashes-zel fogom kirúzsozni, mondhatjuk. Jónak is tűnik. Felveszem az ujjamra. Ó, szép, de azt hittem, hogy fehérebb lesz. Akkor először a Death Blow-ból fogok rátenni. Az a lényeg, hogy szeretnénk, hogyha jó fehér lenne a szánk. Egy lapos ecsetre felveszek belőle, amennyit tudok igazából. Nem adja könnyen magát, és fixálós spével be fogom fújni, majd így iszen fel. Szeretnénk, hogyha nagyon csillogna. Hozom a felmentő sereget. Kihoztam a Tati Beauty palettámat, és igaz, hogy ez nem olyan fehér, mint amit eredetileg szerettem volna.
fitness csillog. Mmm, állal. Ha már itt vagyunk, akkor a barna csillámból egy picit tegyünk a szememre is. Most egy darabig minden egyes nap csillámba fogtok látni. Jövő héten csinálnunk el egy csak csillámos sminket. Semmi más, csak csillám. És ha jól sejtem, a szempilla előtti utolsó lépésünk az a fogaknak a helyei lesznek, amit megpróbáljuk nagyon-nagyon egyszerűen megoldani. Megpróbálunk nagyon egyszerűen megoldani. Először csak beosztom, hogy hova szeretném. Mind a két oldalra még 4 darab ilyet szeretnék. És annyit fogok csinálni, hogy a vonalakat kicsit túlhúzom. És az utolsó lépésre szánkom pedig annyi, hogy a belső részeket egy kicsit vastagabbra kell csinálni, lefele pedig megtartani ezt a vékonyodó vonalat. Kamerán kívül felteszem a pillát, utána jövök vissza. És ezzel, hogy felkerült a műszempilla is, elkészült a második napi Halloween sminkünk. Szerintem alakul az első naphoz képest, ez már nagyon izgi. Ebbe egyébként simán mennék Halloween-i buliba, ha mennék. Remélem, hogy nektek is tetszik, hogyha elkészítitek, akkor ugyanúgy, mint a tegnapinál jelöljetek meg sztoriban, vagy képen, vagy küldjétek el nekem, ahogy jónak érzitek. Azt ajánlom nektek, hogy ha rossz napotok volt, akkor azért dobjatok egy lájkot erre a videóra. Ha jó napotok volt, akkor meg örüljetek neki, hogy jó napotok volt, és azért dobjatok egy lájkot erre a videóra. Hogyha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!